Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Csaba Királyfi szobrot állítottak. Jubileumot ültek kétjen, 25 éves a Székely kórus. Székely néptáncok, rovásírás tanulás, ősi kultúrák, szokások, néptánc és kézműves tábor. Kiállító térre bővül a Székely porta. Hungarikum pályázaton nyert a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. 2021-ben Kisdorogon, ezúttal pedig Cikón állítottak emléket Csaba Királyfinak. Az ünnepélyes átadón Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. A politikus beszédében úgy fogalmazott, örül annak, hogy egyre több székely település vállalja az identitását, amelynek tárgyi emlékeket is állít. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége minden évben néprajzi tábort szervez. Itt többek között fafaragók is megfordulnak, mondja Bogos Jeromosné, a Cikói Hagyományőrző Egyesület vezetője. Néhány éve a kisdorogiak készítettek egy Csaba Királyfi szobrot, amit azóta már át is adtak. A Bíró Zoltán azt mondta, mi egyik fafaragónk, hogy hát neki is van egy ilyen nagy farönkje, és mi is tudnánk ilyet csinálni. Na hát akkor több se kellett, akkor rajta voltunk, hogy akkor nekünk is legyen. Tavaly a néprajzi táborban Szemcsuk István úgy nagyjából elkezdte faragni, és akkor Zoltán befejezte. És ilyen összefogás volt, mert a talapzat ugye egy gránit tömb, azt Bíró Bernát szerezte, Mórágyról, akkor, hogy védjük az esőtől meg a hótól, akkor kitalálták, hogy legyen egy kis tető is, a tetőnek kell állvány, amire áll, és akkor Sebő Gábor és Bogos Jeromos megcsinálták, és Nagy Lászlót is meg kell említenem, aki Mórágyról idehozta a gránitlapot, mert jó tömböt, nem is lap, hanem tömb, jó nehéz volt, és ebben segített. Úgyhogy és tudom, hogy máskor tartják, a május végén szokott lenni a Csaba Királyfi ünnepség, de akkora nem készült el, és mivel a héten volt Csaba névnap, akkor úgy gondoltuk, hogy most megtarthatjuk. Van, aki május végén tartja, nyárát szeredán talán, és van, ahol meg szeptemberben tartják a Csaba névnapot, illetve az ünnepséget, de most nekünk így sikerült, remélem, hogy azért most is jó lesz. Jön a hideg, el kell menni. A mondás szerint Csaba Királyfi Attila Hun király legkisebb fia volt. Ahogy a dalba is, vagy a himnuszunkban is bent van, ugye hát ő volt, aki a székelyeket letelepítette Erdélybe, illetve akkor lettek székelyi tulajdonképpen, és hát azóta is hozzá fohászkodnak, illetve akkor is, hiszen van egy ilyen történet is, hogy ugye, hogy ő olyan 3000 székelyt letelepített, majd elmenve tovább ugye jelezte, hogy ha bármi probléma van, akkor jöjjenek csak vissza, illetve imádkozzanak, hogy kérjék, hogy jöjjön vissza. És hát ugye nem sokára újra megtámadták, mint ahogy rendszerint szokott a környező népek, és akkor valóban jött és segítette. Most ezt háromszor hasonló módon, végülis a legutolsó, ugye, amikor már tulajdonképpen már több száz év múlva, amikor már nem élt, akkor eljött ugye a csillagösvényen, és a székelyeket megsegítette, illetve megvívta helyettük azt, illetve segítségével meg le tudták győzni. És hát akkor azóta végül is a fennállásunk, a megmaradásunk egyfajta mondává kerekedett. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő elmondta, örül annak, hogy egyre több székely település vállalja identitását, és ennek tárgyi emlékeket is állít. Most már szinte mindenhol találhatunk ott, ahol bukovinai székelyek élnek, székelykapukat, kopjafákat, székely kereszteket,
és most ez a Csaba királyfi szobor is azt bizonyítja, hogy az itt élő emberek vállalják a származásukat, és büszkén vállalják. A székelyek szerint ezek a hunok az ő, illetve mi őseink, és így a mi népünk történetéhez is szorosan hozzátartozik Csaba királyfinak az alakja. Ez is egy újabb olyan dolog, ami igazából a mi identitásunkat megerősíti, és ha igaz volt ez, ha nem, mi ragaszkodunk ehhez, mert gyakorlatilag ez is hozzátartozik a mi népünk történetéhez. Az esemény zárásaként a résztvevők megkosszadúzták a Csaba királyfit ábrázoló szobrot. Fennállásának 25 éves évfordulóját ünneplő Kétyi székelyénekkar érdekessége, hogy több település lakója is tagja. A kórustagok fontosnak tartják, hogy csak az eredeti forrásból származó bukovinai dalok szerepeljenek a repertoárba. A település civil szervezeteinek összefogásával megrendezett ünnepségen Gödrei Zoltán, a település polgármestere azt mondta, a közösségek munkájának köszönhetően jelentős a település kapcsolatrendszere. A születésnapos Kétyi kórus tagjai szeretettel emlékeznek azokra, akik ma már nincsenek közöttük, ám még ismerői voltak az autentikus bukovinai énekeknek, és szívesen adták azt tovább a mai kórust alkotóknak, akik vigyázzák ezt a hagyományt. Már a 70-es években már működött Kétyi székelykör, mégsem tudott életképes maradni. Majd a 90-es évek végén érezték a helyiek újra szükségét annak, hogy közösséget formáljanak. Ma ünnepeljük a 25. évfordulónkat, és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének a tagjai vagyunk 2002-től, az meg 20 éve. Aranypálva díjunk van, mellette nagyon sok kiemelt arany, kóta minősítésben is mindenhol a szinte legmagasabbakat kaptuk. Nagyon kevesen vagyunk, mert sajnos elhaltak, és a fiatalaink elmentek, tehát nincsen utánpótlás, és hiába próbálom, hogy összeszedni a faluba, gyönyörű szép ruhánkat varrattunk 3 éve pályázati úton, de sajnos nincsen fiatalitás. Egyszerűen nem jönnek, és nagyon kiöregettünk, úgyhogy gyakorlatilag 2-en vagyunk 5-en. Van 2 Bonyhádi és 1 Harci, aki bekapcsolódott a csoportba. Hajdú Józsefné az alapító tagok között volt. Azt meséli, számára az ének az életet jelenti. Olyan ének nincs, amit legalább 1-2 verszakot nem tudtam, vagy dalloma nem volt ismerős. Csak már sajnos 80-ban vagyok, úgyhogy azért már mindig szerettem, mindenféle műfajt szeretek, de hát az a székely kesárversek, ez az én életem. Voltam boldog, voltam nehéz körülmények között, volt bánatom, de valahogy az ének mindig eligazította az életbe. A jó Isten meg a ének szeretete. És szeretném most is továbbadni bármelyik fiatalnak, csak van rá kérés, de hát sajnos nincs. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke véleménye szerint nagyon fontos, hogy olyan tiszta forrásból származó értékeket mutassanak meg a különböző csoportok, melyben az utódok is meglátják a szépséget. De úgy gondolom, hogy itt különösen Kétyen nagyon fontos, hogy erősítse a csoportot, hiszen nem olyan nagy közösségről van szó. Sajnos ugye fogynak, de máshol is elmondható, hogy idősebbek ugye kiöregszenek, már elmennek. De úgy gondolom, hogy és bízunk benne, hogy a fiataloknak átadjuk ezt, és átkerül majd ezeket az értékek, de csak akkor, hogyha látnak benne szépséget. És ezért nagyon fontos az, hogy ezek akár tánc, akár énekről lévén szó, hogy mindig olyan értékeket közvetítsünk és adjunk át, ami tényleg méltó arra, hogy továbbadják a fiatalok. És hát ugye nem beszélve arról, hogy ezek az értékek meg maradandóak, maradnak így,
ha egy közösség összefogva, közösen, különösen itt Kécsi csoport, hiszen itt öt közösség tulajdonképpen verbúválódott, és viszont a másik jó dolog benne, hogy egymást erősítik, ugyanakkor megvan az önállóságuk, hogy külön-külön be tudnak mutatkozni, és hát bízom benne, hogy a falu közössége is pozitívan áll hozzá, hiszen minden civil szervezet, és különösen a értéket közvetít, az mintaértékű, főleg a mai világban különösen. Gödrei Zoltán két polgármestere arról mesélt, a kódus nemzetközi kapcsolatai révén számos vendéget fogadott már a település. Rengeteg olyan kultúrát, a székelységnek olyan csoportjait ismerjük meg, akik Bukovinából származnak, akikkel soha nem találkoztunk, és akiknek a kultúráját lehet, hogy még sosem hallottuk, és itt Kétyen, ebbe a kis faluba, ebbe elő tudják adni, és minket mindig elkápráztatnak vele. De minden évben van a kórusunk, részt vesz a megnyitókon, és vasárnap mindig a szomszédolás kitekintés keretében vendégcsoportot látunk vendégségbe, ugyanilyen szép formában, mint ahogy most van, és mi ezt nagyon szeretnénk. Mi is voltunk már Aldunán, Kompulunkba, Jasztrovéba, Lengyelországba, és próbáljuk azokat a csoportokat visszahívni, akik minket is vendégül láttak, és nagyon jól éreztük magunkat. Kétyen több civil szervezet működik, akik közösen szerveznek meg minden fontosabb eseményt. Így történt ez a Székely Énekkar jubileumán is. Izgalmas kalandba lehetett részük azoknak a gyerekeknek, akik a hagyományos néptánc és kézműves táborba jelentkeztek. A fiatalok megismerkedtek a székely néptáncokkal, a rovásírással és ősi kultúrákkal, szokásokkal is. Néptánc, kézműveskedés, rovásírás tanulás, előadások és 3D nyomtatás. Tábort szervezett az Apró Népek gyermektánc csoport Kismányokon. Idén a magyar népi hagyományok és az indián kultúra kapcsolata volt a központi téma. A gyerekek megismerkedhettek az ősi szokásokkal, azok mai világunkra gyakorolt hatásaival. Emellett pedig megismerték a település és környékének növény- és állatvilágát. Megyei könyvtár támogatásával például a hétfői napon a Gemenci erdőről hallottak a gyerekek egy előadást. Nagyon érdekes volt, mert egy olyan látószögből mutatta be az előadó a gemenci fotózást, hogy milyen trükköket kell kitaláljanak, hogy az állatok ne érezzék, ne lássák őket, ne érezzék a szagukat, hogy hogyan kell elbújni. Úgyhogy nagyon, nagyon tetszett a gyerekeknek. Volt agyagozás, a Déramál Pécs mellől jön, évek óta visszatérő segítő vendégünk, aki a fazekasság, a kis tálak elkészítésében segített. Nagyon szeretnek a gyerekek gyurmázni, agyagozni is, sőt megteszi azt, hogy elviszi, kiéget és visszahozza egy másik alkalommal. Voltak íjászok, Illés Attila és Nagy Robi eljöttek és hozták az íjakat, hozták a vaddisznó és a szarvas célpontot, és a gyerekeknek megmutatták, hogy milyen az, amikor elröpül az íj, és beletalál a célpontba. Bálint Mirtil rovásírásra tanította, minden délelőtt jött Bonyhádról, és szépen lépésről lépésre, fokozatosan egy pár leckén keresztül eljutott oda, hogy a gyerekek felismerték a saját nevüknek a kezdőbetűjét esetleg. A gyerekek oda eljutottak, hogy a rovás ABC alapján a betű a nevüket le tudták írni. És itt a rovásírásban ott vannak a jelek, tehát a vonal, a pont, a kör. Én ezt az indián életmódban az indiánoknak a magukra festett jelek, a ruházatukra, a sátrukra festett jelekben is, sőt azért van egy olyan ága is a népi gyógyászatnak, vagy a gyógyításnak, hogy jelekkel is lehet gyógyítani. Úgyhogy megpróbáltam úgy bele rejteni indirekt módon, és a gyerekekkel beszélgetni arról, hogy például egy kereszt, egy pont, egy kör, mi mindent takar még a népművészetben, miért festették, miért
faragták bele a jeleket, hogy egy kör például, hogy bezárja azt a területet, egy védelmet, a házunkat is bekerítjük. Tehát, hogy egy kicsit úgy gyakorlatban is lássák azokat a jeleket, szimbólumokat, ami körbevesz. Tehát egy kicsit volt egy ilyen célom is. Akkor volt egy olyan érdekes dolog, hogy tanultuk ezt az esőtáncot, ezt az esőéneket, doboltunk rá meg, és akkor beszéltünk arról, hogy mi van akkor, amikor sokan egyszerre egy dolgot kérünk, és ahogy hát az énekben benne van, hogy túl nagy itt a szárazság, túl nagy itt a vízhiány, adjál nekünk vizet, és egyszer csak leszakadt az ég. A táncokat pedig, mivel ezek a gyerekek közül, főleg az újak, azok abszolút úgy indultak, hogy ők nem táncolnak. Ők kézműveskedni szeretnének, de ezt aztán mondtam, hogy az indián is a tűz körül azért egyet-egyet dobbant, egyet-egyet tapsol, meg megfordul, tehát úgy megpróbáltam úgy szépen fokozatosan őket bevonni, és hát egy felcsíki táncot, tehát egy székelytáncot tanultunk, ami nagyon egyszerű, az ének is, a mozgás is egy nagyon egyszerű, tehát nem akartam túlerőltetni és elvenni a kedvüket. A másik tánc pedig egy somogyi ugrós, mivel nagyon sok fiú jött most a táborba, és úgy gondoltam, hogy akkor botolós táncot is megmutatom, hogy egy bottal mi mindent lehet csinálni, hogy azt dobogtatunk, ütögetünk, sőt egymással, mintha kardoznánk, és ez a néptáncban benne van. És ez is nagyon-nagyon tetszett. Annyira tetszett, hogy a záró táncon, a záró estünk, az szombaton este van, amikor a szülőket meghívjuk egy finom vacsorára, és megmutatjuk egy kiállítás gyanánt, hogy mi mindent készítettünk, a rajzokat, a fonatokat, a mindent, és bemutatjuk a táncot. És akkor azt úgy alakítottam, úgy állítottam össze, hogy volt néptáncos része, és akkor egyszer csak az egyik apuka, aki egész héten segítőnk volt, az beöltözött nagy indiánnak, és egy nagy dobbal bejött, és a kör közepén indián táncra hívta a gyerekeket, és így összesimult a néptánc és az indián tűztánc, és azt mondták a szülők, hogy hát a saját gyereküket látva, hát olyan örömtáncot láttak azon a gyereken, aki nem akart néptáncolni, hogy nagyon köszönték. Kismányokon legközelebb augusztus 15-e és 20-a között rendezik meg a néprajzi tábort. A Hungarikum pályázaton nyert támogatást a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Az összegből a székelyportát egy csűrrel bővítik, amelyben hagyományos bukovinai mesterségeket mutatnak majd be. A tervek szerint augusztus közepére készül el a tájház bővítése. Tolna megye Csíksomlyójának is nevezik, ez a székelyporta. A ház a Magyarok Nagyasszonya templom udvarán épült fel Kismányokon. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége fontosnak tartja, hogy gyermekeiknek, unokáiknak be tudják mutatni a bukovinai népi építészetet. A székelyporta Csíkdán falváról érkezett faanyagból épült, bevakolt gerendaház hagyományos hármas osztással. A betérőkonyhával, a nagyháznak hívott tiszta szobával és a hálószobával, melyet a székelyek kisháznak hívtak. Egy nyertes Hungarikum pályázatnak köszönhetően a porta most tovább bővül. Az igazdasági minisztériumnak volt egy pályázata, a Hungarikum pályázat, és ebben meg tudtuk pályázni ugye egy kiállító helynek a létrehozását. És akkor így végül is a gondolat tovább menve jött, hogy hát bemutatnánk azokat a régi szakmákat, amit valamikor ugye Bukovinában végeztek az idősek. Úgyhogy így gondoltuk, hogy akkor bemutatnánk a kovács szakmát, asztalos szakmát többek között. Hát akkor a vén szakmánál maradva ugye a csizmadíja, illetve a szűcs is hozzákapcsolva, hiszen volt egy továbbképzésünk, aminek nagyon örültek. És akkor hát természetesen ugye jön a szövés, illetve ugye most egy konyhát, és illetve egy kis részt kialakítanánk, ahol kenyeret tudnának fősütni, tehát egy kis kemencét, kályhát éppen azt rakjuk. Úgyhogy így valamint ugye gyógynövényekkel is foglalkoztak ugye Bukovinában, úgyhogy
mindenképpen ezzel szeretnénk kibővíteni, és akkor így lenne kerek. Hát ugyan most már ugye mondták már többen, hogy lehet, hogy nem kéne így berendezni, mert hát a nép, volt egy kis néprajzi tábor itt, amin nagyon jól érezték magukat, és be is lakták a fiatalok, úgyhogy lehet, hogy itt kicsit beszorulnak, de hát majd igyekszünk úgy elhelyezni a tárgyakat, hogy lehessen használni. Ez Borona, úgy nevezik, hogy Borona épület, tehát maga a fákat úgy rendeztük, illetve ugye tulajdonképpen nem Bukovinában ugye nem akácot használtak, de hát nálunk ugye ez, ami a úgymond a legolcsóbbnak tűnt most, hiszen azért azt is figyelni kellett, hogy közben a faárak is változtak, úgyhogy így ebből készül. Hagyományos módon, tehát belül fogjuk vakolni, illetve vakoltuk, ugyanúgy belécezve, mint a székelyportát, és ilyen polyvássárral lett bevakolva, úgyhogy egy pár nap múlva el is indult a búza, és szépen kizöldelt a fa oldalába, úgyhogy ott is úgy volt. Úgyhogy így igyekszünk. Hát tulajdonképpen még itt egy csűrajtó lesz, ugye, ami megvan, egy bontott régi csűrajtó, valamint egy istálóajtó kerül fölhelyezésre, és akkor így. Hát van gondolat, hogy esetleg a padlástért is kihasználnánk, ugye fekvőhelyeket kialakítani, és akkor hát nem sokat tudunk, de azért valamennyit tudnánk kialakítani. A bukovinai mesterségeket bemutató kiállító tér a tervek szerint augusztus közepére készül el. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!